Üdvillő módon mindenkinek. Látom, ide értetek, akkor kezdhetjük a Rezsipercek Plusz következő adását. A múlt héten konkrétan valaki adott egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, ha a napelemekből egy kicsit csökkentenék le, és úgymond szimulálnánk egy ilyen rosszabb időjárási körülményeket, de ő inkább az őszre célzott, hogy ősz, mert tavaszias legyen, és hát ezt meg tudtuk tenni, úgyhogy a napelemek felét lekapcsoltam. Kisebb teljesítmény az, amit kaptunk a napelemek irányából, de azért túléltük. Azt így elárulhatom már most, hogy látszik a különbség, mert látszik, de ki fogjuk mindjárt elemezni. Először viszont olvassunk a órákat, menjünk is, és akkor nézzük meg, hogy pontosan mennyi az annyi. Itt van szépen a kis rendszerünk továbbra is. Per pillanat 250 watt körül jön már be csak a napelemekből. Hát még nem már. De a fő lényegi lényeg, amúgy látható, 1,1 kWh hálózat irányából, 120 kWh a fogyasztási oldalon. Az 1,1 kW az továbbra is csak a színuszjel miatt van, csak a biztonság, semmi egyéb. Természetesen itt látható az eredmény, azt majd ki fogom majd nagyítani, hogy digitálisan érjük most ezeket az óraállásokat, tehát a 14. napnál járunk konkrétan. És akkor elemezzük ki ezt a dolgot, hogy hogy is nézünk ki a gyakorlatba. Ugyanis, mint azt már mondottam, egy néző kedvéért, per javaslatára, ötletére lekapcsoltam a napelemeknek a felét, azaz kevesebb jön be. Ez ugye egy olyan jelenség tud lenni, hogy egy kicsit így eltoltuk a méretezést. Eddig ugye volt egy ilyen jó 5:14,3-as arányunk, ami majdnem háromszoros szorzónak megfelel. Per pillanat ez nagyon nincsen meg, ugyanis csak egy ilyen 2,5 kW napelem körülbelül, ami szolgálatban van per pillanat, illetve hogy egész héten úgy volt. Úgyhogy az akunk az meg továbbra is 14,3 kWh. Lássuk akkor, hogy hogy alakult a héten a töltés és a merítés. Első körben akkor azt mondom neki, hogy kiválasszuk a dátumot 8-tól 15-éig, ezt leáplizzuk, és akkor ezeket a dolgokat fogjuk látni. Technikailag ugye ez 8-a, de még 1 óra is 40 percet, innentől kezdve volt reggel, 10 órára feltöltöttünk, 18:40-kor kezdtünk merülni, és hát a szokásos 83, ezt a közel 20%-os merítést vittük bele első napon, második napon, harmadik napon nagyon spórosok voltunk, 51,6%, ez volt a mély merülési pontunk, itt egy kicsit lassabban töltődtünk fel, ugyanis ez érezhető, hogy 13 óra volt, mire 100%-ig feltöltődött az aku, és 16 órakor már merülni kezdett megint. Persze nem mentünk nagyon mélyre, mert megint egy ilyen 75%-ig süllyedt csak. Itt úgy szintén 64%-ig, itt pedig lent gyakorlatilag ez már mai nap reggel volt, 87%. Most pedig 100%-on vagyunk. Tehát ez a kevés napelemes megoldás egyébként tökre jól kiszolgál bennünket. Áram szempontjából egyébként így néz ki a grafikonunk. Tehát látható, hogy a energiának a nagy részét azt nappal fogyasszuk el, tehát viszonylag keveset használunk akuból, de ezek a kis fűrészfogak, ezek itt gyakorlatilag a hűtőnek a kibekapcsolásai. Ezért látható, hogy milyen szépen megfűrészfogazik minden alkalommal. Minden éjszaka szépen fűrészfogazik egy az egybe. És ami még érdekes ezen a képen, hogy láthatjuk, hogy itt a legnagyobb töltőáram 41,3 amper, 47,9, 45, 40. Tehát sokkal kisebb töltőáramok vannak az előző héthez képest. Na de nézzük meg akkor az előző hetet.
mert meg tudjuk azt is csinálni, hogy mondjuk 1-től nézzük 15-ig, és akkor össze tudjuk hasonlítani a két hetet gyakorlatilag, hogy hogy nézett ki a fogyasztás 1. héten, és hogy nézett ki a fogyasztás 2. héten. Láthatjuk azért, hogy van változás a töltöttségben, mégpedig lenne az első szembe tűnő változás az az, hogy az 1. héten sokkal hosszabb 100%-os időintervallumokat zártunk, tehát ugye hamarabb feltöltődött az aksi, és később kezdett el merülni idézőjelbe. Hát csak esetekben, mert itt 5-én azért elég nagy fogyasztások voltak, és hogyha itt a képernyő közepétől jobbra tekintünk, akkor már ez az a hét, amikor technikailag már lekapcsoltam egy napelem stringet, és itt látható is, hogy azért a feltöltődés az jóval később valósul meg, például itt délbe értük el a 100%-ot, 16 órakor meg már merültünk, következő napon már 10 óra 15-re elértük, itt szép időnk volt, viszont 16 órakor megint merülni kezdtünk, itt megint 10 óra volt a teljes töltöttség, 10:30, és már 3 óra környékén már merültünk, a teljes feltöltődés következő nap az megint 3:45-1 óra környéke, és 16 órakor már megint merültünk. Itt azért érződik, hogy nem volt annyi napelem a rendszerben. Attól független nagyon-nagyon jól el lehet lenni, még ennyi kevés napelemmel is, ugyanennyi akuval. És ami még érdekes ebben az egészben, az az, hogyha megnézzük azt, hogy volt nekünk itt egy érdekes merülésünk, ugyanez a merülés egyébként itt is megvan. Tehát ez a két merülés hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt 16:45-től kezdve kezdett el merülni, és erősen, elég nagy árammal merítettük. Itt pedig nem igazán tartott ki addig az aksi, és ugyanúgy merítettük, de megint csak 8 óráig, gyakorlatilag innentől kezdve megint. És itt is pont az a kis fogyasztó indult el, mint itt. Tehát maga a lenyomat az hasonló, az érdekes alapvetően. Na persze én nem lepődök ezen meg, ugyanis ez ugyanaz a nap, mind a kettő. Gyakorlatilag ez ugye 6-a, ez pedig 12-e. Tehát a történelem megismétli önmagát, ami még érdekes lehet, hogy 2 ciklust használtunk el mindösszesen az előző héthez képest, és az 1. héten is 2 ciklus használtunk el. Na mondjuk fogyasztásban is nagyon hasonlóak voltunk, mert láthatjuk, hogy minimális a különbség. Mivel a fogyasztási szokásaink nem változnak, tehát azok állandóak úgymond, szinte, éppen ezért egy újabb változtatást eszközölök, mégpedig len a töltőáramot fogom 20 amperre korlátozni, csak azért, hogy kísérletképpen lássam, hogy hogyan alakul az akuhasználatunk. És következő hétig pedig majd kitanálok valamit, hogy hogyan tudnám a napelem teljesítményt is csökkenteni. És majd azt is megnézni. Tehát egész szélsőséges helyzetbe szeretném zavarni a rendszert, hogy tényleg olyat lássunk, hogy mi történik, hogyha késő ősszel használnánk ezt az egész mindenséget. Na, de ez majd a jövő hétnek a eredménye lesz, hogy a 20 amperes töltőáram az milyen akuhasználatot eredményezett, addig meg felkészülök gyakorlatilag, hogy hogy tudom a napelemeket egy kicsit bekorlátozni, hogy kisebb teljesítmény jöjjön be belőlük, hogy nagyon-nagyon késő őszi hangulatot teremtsek a rendszernek a használata közbe. Azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a többiekhez is. Következő videóig is, na csá!